Dávid vagyok, és van egy együttesünk, aminek a neve Ugyána és Dávid, Ugyána and Dávid angolul. Ez végül is egy duett, amit 3 évvel ezelőtt kezdtünk kb. Eddig csak feldolgozásokat játszottunk, de most már bátran kijelenthetem azt, hogy megjelent az első saját dalunk, vagyis hát elkészült pontosabban az első saját dalunk, és csütörtökön fog megjelenni a videóklipje a Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Ez a dal, ez egy nagyon egyszerű dal, végül is ez a barátokról szól, a nyárról, a bulizásról. Nem kell sokat belegondolni, a szövege is tök egyszerű, tehát ez arra való, hogy az ember, mikor a tó felé vezet a kocsijában, bekapcsolja a rádióban, aztán együtt bulizzanak a haverokkal. Engem is ez inspirált, a barátaim, a nyár, a bulizás. Ez a dal, aminek a címe a Barátok, amit most írtunk, az... Hát végül is ez egy popzene. Talán kicsit már túllép a popzenén, de még nem lép be a rockzenébe. De hát végül is ez egy tágos fogalom, ezt mindenki másképp éli, meg mindenki másképp él meg egy zenét, mint akár egy könyvet vagy egy filmet. Szerintem mindenkinek más érzést hozhat ki az emberekről, az emberekből. A hangszereléssel sokkal többet dolgoztunk, a hangszerelés az már nagyon tetszik nekem. Annyit kell tudni róla, hogy ugye, mivel csak ketten vagyunk, ezért én játszottam fel az egész zenekart, úgymond. A basszusgitárt, a gitárt, a billentyűt, ezt mind én játszottam fel. Ez a dal, ez valószínűleg inkább a fiatalságot fogja bevonzani, de ez nem azt jelenti, hogy a többi dalunk is ilyen lesz. Tehát ez a dal, ez inkább szórakoztató jellegű. Van egy egyszerű szöveg, egy tök jó hangszerelés, és az ember élvezi, hogy hallgassa, bulizik rá esetleg, stb. De a többi dal viszont, amiket írtunk eddig, azok már sokkal mélyebb szöveggel rendelkeznek, sokkal mélyebb, sokkal több a mondani valója, esetleg történeteket mesélnek el. Tervezünk egy albumot a jövőre nézve. Sajnos azt vettem észre, hogy Kárpátalján a könnyű zenei élet nem túl mozgalmas, ezért szeretnénk egy ilyen kezdeményezést indítani. Szeretnénk, hogyha ez az album esetleg az alapköve lehetne a Kárpátalján a magyar könnyű zenének. Szeretném, hogyha az itteni fesztiválokon, például most volt az ISFEST, szeretném, hogyha itteni zenekarok is fellépnének, mert szerintem tök jó zenészek vannak Kárpátalján is, és sajnos nem elég aktívak szerintem, úgyhogy most szeretnénk ezt az egészet elindítani. Ezt az albumot nem egy átlagos album formájában szeretném megjeleníteni, tehát nem egyszerre fogjuk kirakni azt a 10-11 zenét, vagy 8, nem tudom még pontosan, hogy mennyi fog sikerülni, reméljük, hogy minél több, hanem szingölönként fogjuk megjeleníteni egyenként a dalokat, nem sietve, lassacskán egyenként megjelenítjük, aztán mikor meg lesz az egész program, akkor csinálunk belőle egy teljes albumot. Hát erre remélem, hogy egy éven belül sikerül megvalósítani.